Fontányi Marci neve már ismerős lehet nézőinknek, decemberben híradónkban is beszámoltunk a halmozottan sérült 17 éves fiú történetéről, aki sem járni, sem beszélni nem tud egyedül. A kézilabdát viszont nagyon szereti, első forgatásunk alkalmával is éppen az Audi Arénát nézte meg szüleivel, amelynek apropóját az adta, hogy az egyik szurkoló egy dedikált helydülőkemezt ajánlott fel a fiúnak, amihez a klub is csatlakozott. A tolókocsiját ugyanis kinőtte, amely helyett újat kell vásárolnia a családjának. A mezeket árverésre bocsájtották, a befolyó pénzt pedig az Audi Etó Kisvárda mérkőzés szünetében adták át a szülőknek. Marcinak nagyon szeretnénk egy speciális kocsit, amiben elfér, mert ez már lassan 15 éves, és nem bírja el a súlyát, ki is nőtte, és mivel nagyon nehezen ül, nem tud támaszszék nélkül ülni, ezért egy speciális kocsira lenne szükség, ami még a közeljövőben jó lesz, tehát nem növi ki 2-3 éven belül, és ez egy drága, ottobokos jármű, erre gyűjtöttünk. A két mezt a Szurkolói Egyesület árverezte el, és saját forrásaiból is kiegészítette az adományt, így összesen 250 ezer forint gyűlt össze a fiúnak. Két mezt ajánlottak fel, egyet az Etó, illetve egyet az egyik szurkolónk. Ezeket a mezeket licitre ajánlottuk mi a Szurkolói Egyesület honlapján, és a licit által befolyt összeget egy kicsit kiegészítve tudtuk a családnak biztosítani a srácnak a kocsijához. Marci szülei elmondták, az adománnyal már összegyűlt annyi pénz, hogy meg tudják venni az új kocsit.